Hello, sziasztok, Baromádról szólok, és ebben a videóban, mint ahogy a címből is kiolvashatjátok, arról lesz szó, hogy hogyan ne rage-eljünk egy játék alatt. Hát nyilván a legfontosabb az, hogy meghatározzuk, hogy mi az a rage. Hát az olyan, amikor az ember olyan ideg állapotba kerül, amikor nagyon ideges, tehát ilyen dühött, lényegben ezt is jelenti a szó. És emiatt hajlamosabb veszteni, illetve leorrolni a csapattársakat, vagy üvöltözni az ellenféllel. Na most, mivel hajlamosabb az ember veszteni, nem is kell feltenni a kérdést, hogy miért rossz ez az egész, másik oldalról megközelítve, viszont azért rossz, mert például aki játszott már a LOL-lal, az tudja, hogy ha rage-el, akkor elég sokszor reportot fog kapni. Na most az nem éppen egy jó dolog, pláne hogyha utána kap egy permabant, vagy csak egy sima bant. A lényeg, amit ezzel akarok mondani, az az, hogy a rage-et el kell kerülni, mert ha még nem is kapsz érte bant, minden esetre megrontja a másik ember játékélményét, illetve a sajátodat is. Ezért úgy kell ezt az egészet elkerülni, hogy a játékot nem vesszük egyrészt komolyan. Ezt nem úgy kell érteni, hogy röhögünk mindenen, hanem ezt úgy kell érteni, hogy boldogabban nézzük a dolgokat. Tehát, ha még a csapattársak bénáznak is, te annál jobban megpróbálod teljesíteni a dolgokat. És mindig a saját játékodra figyelj, hogy te ne rontsd el a dolgokat. Onnantól kezdve, hogy a többiek elrontják, arról te nem tehetsz, és emiatt azzal, hogy rage-elsz, így se úgyse teszel semmi jót, nem is változtasz rajta, ugyanúgy bénázni fognak adott esetben, ergo tökéletesen fölösleges, csak a saját és mások játékát rontod meg ezzel, és ha az emberek hajlamosok, hogyha az egyik ember rage-el, akkor egyszerűen csak off-callni, vagy ami még jobb, elkezdeni mondjuk LOL-ba feedelni, ami hát szintúgy nem éppen kellemes dolog. Szóval maradjunk annyiban, hogy mindenképpen fontos, hogy az ember elkerülje a rage-et, az pedig úgy teheti meg, hogy vagy nem veszi komolyan a játékot, vagy a saját játékára figyel, vagy a másik oldalon megközelítve, hogyha az ember erre rá tudja venni magát, segíteni a többi embernek. Nem azt nézni, hogy ők bár elrontották, de te segítesz nekik, hogy jobb játékosok legyenek. És ez persze nagy elhivatottság kell, én épp ezért néha ezt csinálom, de általánosabban próbálom azt, hogy egyszerűen csak a saját játékomra figyelek, és teljesen elterelem a figyelmet arról, hogy mondjuk más ember nem éppen olyan jól játszik, és egyszerűen csak arra koncentrálok, hogy én az én dolgaimat, én feladatomat teljesen betöltsem. Azt, hogy a többi ember mit csinál, azon úgy sem tudok változtatni. Hát igazság szerint ennyi volna. A lényeg az, emberek, hogy semmi esetre se rage-eljetek. Nincs értelme. Egyszerűen teljesen fölösleges, és mindenki tudja, hogy teljesen megrontja a játékélményt, és az nyilván nem jó dolog. Nem azért játsszuk a játékokat, hogy feldegesítsük magunkat, hanem végtére is azért játékok, hogy jól szórakozzunk, és ezt nem úgy tehetjük meg, hogy mondjuk ütjük a billentyűzetet, vagy üvöltözünk a csapattársakkal. Remélem tetszett, amit hallottatok, hogyha bármi kérdésetek volna, vagy hozzáfűzni valótok, nyugodtan megtehetitek komment formájában. Még egyszer köszönöm, hogy néztetek, Baron Gáldros voltam, sziasztok!